A következő mérésnél megvizsgáljuk, hogy hogyan változik meg a vízszőrmérsékletet, ha melegítjük, termoszenzor segítségével végezzük ezt a mérést, és ha felforr a víz, akkor a forráspont környékén milyen jelenségek játszódnak le. Első lépésben a kísérleti szájtát szeretném bemutatni. Egy Bunsen állványon elhelyeztünk egy ellenállomikot, melybe a meleg között megfizet ütöttünk, és a közöttében egy termoszenzor van rögzítve a Bunsen állvány segítségével. Mérés, számítógépes mérés adatgyűjtő segítségével közvetlenül a számítógép kijelzőjén figyelhetjük meg, grafikus módon a kijelzőn rögtön látni fogjuk a mérett hőmérséklet eredményeket, illetve táblázatban is nyomon követhetjük a hőmérséklet változását. Első lépésként ugye a működési folyamatot kell elindítani, ehhez megjutjuk a bunzenlégőt, mivel a bunzenlégőnk ez égítési dolog nem látva, ezért első körben ezt a folyamatot kell megvárni, amíg a lányunk felmelegíti az égésbiztosító, az megtörtént, akkor szépen a mérést elindítjuk, és a vízmérőt az ellenmelyet romlik alá toljuk be, de lehet látni szépen jelen esetben milyen intenzitással végén az oxigént lehet adagolni jól a magáznak. A mérésünk során az alapállítás az, hogy másodpercenként küldi el a szenzor a mért hőmérséklet adatokat a mérés adatgyűjtő berendezésnek. Lehet látni, hogy a diagramon elkezdett emelkedni a víz hőmérséklete, illetve a táblázaton is nyomon követhető az érték. Kezdetben 23 Celsius fok körüli hőmérséklet érték volt, amit a szenzor mért. A működés hatására folyamatosan emelkedik a víz hőmérséklete. Ez a diagramról jól leolvasható, vízszintes tenger az időtenger, függőleges tenger pedig a hőmérséklet tenger. Grafikonról megfigyelhető, hogy szépen az egyenletes hőközés hatására az ellenállóban található víz hőmérséklete egyenletesen növekedett. Már 98 Celsius foknál járunk, és ha megfigyeljük, akkor megjelentek a lombik alján az első gőzbuborékok, amelyek már a forrás megkezdődésének a reutalnak. Jól látható, hogy már teljes terjedelmében forr a víz a lombikban, és ha figyeljük a grafikon, akkor az is megfigyelhető, hogy bizony ez az intenzív hőmérséklet növekedés, ahogy elkezdett forrni a víz, megszűnt, és hiába közlünk több hőt a folyadékkal, a hőmérséklete az nem igazán emelkedik. Tehát forrás közben, halmazállapot változás közben a folyadék hőmérséklete az nem változik, mindaddig, ameddig teljes terjedelmében a folyadék el nem forr. A diagramból leolvasható a érték 105 level táblázatból 105 Celsius-okat mutat. Ez az irodalmi értékhez képest jelentős, azért adódhat, mert egy nem tiszta desztillált vízzel dolgoztunk, kettő a szenzornak is
lehet minden úgy pontatlansággal, ami a szenzoratlapról leolvasható. De azt hiszem, hogy ellenség szempontjából nekünk ez érdekes, hogy a forrás közben a földék hőmérséklete nem változik. Nem zárom a